Páskujné Kovács Erzsébet, de ha mégis. Ne hidd, hogy másnak nem fáj úgy a bánat. Ne hidd, hogy másnak könnyebb a kereszt. Ne gondold, hogy nekem nem vérzik a szívem. Ne gondold, hogy nincs, mert nem láttad könnyemet. Ez a föld az a hely, hol egyformán terem. Keserűség, bánat, fájdalom, gyötrelem. Te neked és nekem. De ha mégis én lennék, aki megbánt, én lennék, aki rád több terhet rakott. Bocsáss meg a Krisztus kihulló véreért. Olyan gyarló és nyomorult vagyok. És ha te lennél, aki nékem fájdalmat okoznál, testvér, fogadd, itt van a kezem. Tudom, nem te voltál, az a másik, a régi, és én te benned az újat szeretem. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek közöttetek. Nem tudom, valaki közületek részt vette, vagy hallotta a Debreceni Misszió Konferenciának a délelőtti prédikációját. Paolo Benini testvér, az Inter-Európai Divízió szombatiskolai és misszió osztályának a vezetője tartott egy prédikációt, aminek a lényege a Szentírás mit jelent a mi számunkra, és az, hogy mennyire fontos, hogy mi a Szentírást elfogadjuk Isten szavaként. És elmondta, hogy egyedül vagyunk a világon, sajnos, akik a Szentírást elfogadják. Elmondta, hogy egy testvér, aki szintén a divíziónál dolgozik, a svájci Biblia Társulatnak volt a vezetője, az elnöke, és a legutóbbi ülésen, márciusban olyan hangok hangzottak el a Biblia Társulat különböző tagjai részéről, hogy érdemes-e nekünk még a Bibliával foglalkozni, mennyire hiteles már a modern ember számára a Biblia, miért prédikálunk még mindig a Bibliából, hogyha ez túlhaladta már az idő. A testvér elment a divízió bizottságához, hogy tanácsot kérjen, hogy mit tegyen. Azt mondta, a szóhoz se tudott jutni, mikor ilyen hangok hangzottak el a Biblia tanácsnak a ülésén. Elmondta, hogy akkor ezek szerint kár terjeszteni a Bibliát. És 3 hét múlva beadta lemondását, hogy ő ebben nem tud részt venni. Hogyha a Biblia tanács így áll hozzá, a Biblia szövetség, akkor nekünk más a véleményünk. Elmondta ez a testvérünk, ugye fordítással sokkal kevesebbet lehet elmondani, mint így élő szóval, ezért a lényegre próbált koncentrálni. Elmondta, hogy ott van a Biblia végén, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz a Bibliából, annak mi lesz a sorsa, hogyha hozzátesz, akkor Isten csapásokkal, vagy illetve akkor Isten kitörli az életkönyvéből, ha elvesz, akkor annak csapásait élvezi.
Tehát lényeg az, hogy sem elvenni, sem hozzátenni nem kell a Bibliához. Ezt csak elöljáróban azért mondtam, mert én a Szentírás legfontosabb tanításáról szeretnék szólni délelőtt, délután pedig, és főleg a fiatalokat szeretném hívni a délutáni órára, amikor a Bibliával, mint hiteles forrásról szeretnék szólni, hogy miért tarthatjuk hiteles, az igazság hiteles forrásának a Szentírást. Hogy miért támadják annyira ma a Szentírást, hogy milyen irányzatok vannak a Bibliával szemben, akik még mindig hívőnek tartják, vagy istenfélőnek tartják magukat, de a Bibliával szembe állnak. Tehát elolvasnám a ma délelőtti alapígét, Efézusi Levél első fejezet 8-tól a 10. terjedő verseit. És ebben a néhány ígeversben megtaláljuk a Szentírásnak a lényegét, a Szentírás mondani valójának a lényegét. Tehát Efézus első fejezet 8-tól 10. versig. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Tehát a megváltásról szól ez az ige, arról szól, hogy a megváltás nem más, mint a bűnök bocsánata és az ő kegyelmének gazdagsága, hogy kegyelmet nyerhetünk, hogy ezt a lehetőséget mindenkinek megadja Isten, minden embernek, és nagy bőséggel közli velünk, bölcsességgel és értelemmel. Megismerteti az ő titkát. Betekintést enged Isten az ő gondolat világába, holott tudjuk, hogy Isten világa mennyivel magasabb az emberi gondolat világnál, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál, mondja az Úr. Mégis megismerteti velünk, amit előre elrendelt. Olyan kifejezéseket találhatunk a Szentírásban, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban, Mikeás próféta könyvében, vagy bővelkedik a megbocsátásban. Tehát azt közli velünk a Szentírás, hogy Istennek nem közömbös az, hogy mi hogyan válaszolunk, hogyan reagálunk az ő kegyelmére. Ugye a Szentírásban azt találjuk, itt az első mondat is az volt, hogy a bűnöknek bocsánata és a kegyelmének gazdagsága szerint váltott meg bennünket. És ez a Szentírás tanítása kezdettől a végig. Mégis, mikor ítéletről van szó a Szentírásban, akkor azt mondja nekünk, mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmazzék a szerint, amit a testben cselekedett. Hogy is van? Tehát a bűnbocsánat és kegyelem az Istentől van, és azt mindannyian ingyen kaphatjuk, de mégis az ítéletnél a cselekedetek lesznek mérlegletéve. Erről szól a juhok és a kecskék példázata is.
felsorolja a cselekedeteket, mikor külön választja jókat a kecskéktől. Vajon miért így közli velünk Isten az ő bölcsességét, nagy bőséggel, bölcsességgel és értelemmel? Mert Isten kíváncsi arra, hogy az ő szeretetére mi milyen választ adunk, hogy a kegyelmére milyen választ adunk mi, hogy a mi szívünket megérinteti-e az, hogy mi kegyelmet kapunk. Azt mondja az ige, hogy ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, és az igaz földön is gonoszságot cselekszik. Tehát ha Isten mindenkinek kegyelmet adna, aki továbbra is, nem törődve az Isten szeretetével, ragaszkodik a gonoszságához, annak Isten nem adhat üdvösséget. Tehát nagy bőséggel, bölcsességgel és értelemmel közli velünk a Szentírás. Már mindjárt az Édenben közli az első emberpárral, hogy lesz megváltó. A kígyónak, hogy nem lesz mindig így, hogy ő be tudja csapni az embert, mert ellenségeskedék szerzek, közötted és az asszony között, a te magad és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát lesz az emberben egy ellenségeskedés. És végül pedig majd az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. A kegyelem megjelent már akkor, amikor Isten bőrruhával öltöztette föl az embert. Mikor a fügefal levél öltözet helyett bőrruhát adott. Megjelent az első áldozat az Édenben. És ez végig kísérte az egész emberiség történetét. Már Mózes az ő énekében, mikor átkeltek a Vörös-tengeren, megszabadultak Egyiptom szolgaságból. Azt mondta, kegyelmeddel vezérelted megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre. És ez igaz nem csak a testi Izraelre, hanem a lelki Izraelre is. Igaz arra is, hogy Isten kegyelemmel vezérli megváltott népét ma is, és hatalmával visz be bennünket a lakóhelyünkre. Tehát megjelent a megváltás az áldozatokban, és hogy ez ne váljon egy megszokott szertartássá. Ábrahámnak megmutatta, hogy mit jelent az áldozat. Amikor azt mondta, vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet. És Isten megtanította Ábrahámmal, és Ábrahámon keresztül azt, hogy Istennek mit jelent a megváltás, az ember megváltása. Hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne, el ne vesszen, örök élete legyen. Egy áldozati rendszert adott Isten az ő népének, Izrael népének. És ebben az áldozati rendszerben ott van a megváltás, ott van a kegyelem. Utána pedig ugye mindez Jézus Krisztusra mutatott, és keresztelő János pedig
Jézusra, mint Istennek ama bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Amikor Jézus Krisztus Nikodémussal beszélgetett, akkor egy ószövetségi történetre utalt, és nem akarok elől sok szót szólni, ugye ismerjük ezt a beszélgetést, amikor Nikodémus rákérdezett az előző értetlenségei után, hogy mi módon lehetnek ezek. Ez volt az utolsó szava Nikodémusnak, egy kérdés. Jézus elmondta, hogy mi módon lehetnek. Úgy, ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának fölemeltetnie. Kígyó. Itt megjelenik úgy a kígyó jelkép, mint Jézus Krisztus jelképe. Tudjuk, hogy a kígyó a bűn, sátán jelképe a Bibliában. Ugye a régi kígyó jelenések 12.9-ben. Pál apostol azt mondja, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát Jézus Krisztus úgy lehetett megváltó, hogy azonosult az emberrel, a bűnös emberrel azonosult. És ezáltal a kereszten el lett takarva előtte a mennyei fény, és csak sötétséget látott. A Szentírás betekintést ad a nagy küzdelembe, betekintést ad, hogy Isten milyen jogon adhat üdvösséget. Két bibliai történetet szeretnék említeni. Az egyik Jobb története. Sokszor átsiklik a mi olvasás közben a mi gondolatunk ezen az ígeversen, ami különben kulcs Jobb történetének a megértéséhez. Jobb könyve első fejezet 5. verse. Csak így érthetjük meg Jobb történetét, hogyha ennek az igei gondolatnak a lényegét megértjük. Tehát Jób első fejezet 5. verse. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, elküldött értük Jób már a gyermekeiért, és megszentelte őket, és jó reggel felserkent, és áldozik értük égő áldozattal minnyájuk száma szerint. Mert ezt mondta Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szívükben, és így cselekedett Jób minden napon. Milyen áldozat volt ez? Bűnért való áldozat. Olyan, mint Ábel áldozata. És ezt Isten elfogadta. Ez nem Kain áldozata volt. Ez a bűnért való áldozat volt. Isten elfogadta ezt az áldozatot, és utána jött sátán a vádolással. Bűnnel vádolta Jobot. Ugye nem? Nem mondta, hogy Jób ilyen vagy olyan, mert Isten levette róla az ő bűneinek terhét az áldozat folytán. Jób tisztán állt Isten előtte, azt mondta, láttad Jóbot? Igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Hogy lehet igaz az ember Isten előtt? Csak ha Isten megigazítja. És Jób így vált igazzá, a bűnért való áldozat által. Nem talált bűnt, amivel vádolja, és ezért
az volt a vád, hogy érdekből szolgálja Jób Istent. Jób azért szolgálja Istent, mert Isten mindenvel körülvette. Tehát Sátán hazudott. Hazudott itt is, hazudott az Édenben is. Mert Jób nem érdekből szolgálta. Ezt Sátán állította, tehát hazugság. Hazugságát megpróbálta alátámasztani, de nem sikerült. Erről szól Jób története. Hűséges maradt annak ellenére, hogy nem volt tudomása Sátán mesterkedéséről. Jób nem látta azt, amit nekünk a Szentírás közöl. Nem látta, nem tudta azt, hogy Sátán az ős ellenség, az okozója minden bajnak. És hűséges maradt Istenhez. Az Úr jobban megáldotta az ő életének végét, mint kezdetét, és lett neki 7 fia és 3 lánya. Ugye minden megduplázódott, minden jószága, minden vagyona, született ugyanannyi gyermeke. 7 fia és 3 lánya, nem 14 fia és 6 lánya, hanem 7 fia és 3 lánya. Miért volt ez? Mert Isten elfogadta a gyermekekért bemutatott áldozatot. A gyermekek is igazak voltak Isten előtt, amikor meghaltak. És Jobbnak reménysége volt a gyermekei felől. Azt mondja Jézus, hogy mindenek élnek ő néki. Mert Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene. Amikor Ábrahám, Izsák, Jákob Istenéről beszélt. Egy másik történet, ami szintén tanulságos a mi számunkra. Zakariás próféta könyve 3. fejezetben Józsua történet, amikor szintén betekinthetünk a színfalak mögé, és megláthatjuk, hogy Sátán hogyan mesterkedik azon, hogy egy embert elbuktasson, vagy befeketítsen, vagy bűnre csábítson. Azt mondja, azután megmutatta nekem Józsuát a főpapot, aki az urangyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög éhez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhát, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondám, tegyétek fejére tiszta süveget, feltették azért Feriel tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, és az Úr angyala előtt állt. Mi volt a főpap feladata? Ugye ismerjük az ószövetségi szentély szolgálatot, hogy a főpap feladata áldozatot mutatni be a népért, de előtte saját magáért és háza népéért kellett áldozatot bemutatni. Ezt tette Józsué is, Józsua a főpap. És ez, hogy bemutatta az áldozatot, a saját bűnéért való áldozatot bemutatta, így Isten jogot szerzett arra, hogy Sátánt elutasítsa, hogy Sátánt megdorgálja. Egy rövid idézetet olvasnék a bizonyságtételekből.
Ekkor az angyal, aki maga Krisztus, a bűnösök megváltója, szavakkal hallgattatta el népének vádolóját. Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Miután az Úr elfogadta Józsua közbenjárását, kiadta a parancsot. Vegyétek le róla a szennyes ruhát, és mondané ki, lásd, levettem álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondám, tegyétek fejére tiszta süveget, feltették fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, és az Úrnak pedig, és az Úr angyala pedig ott állt. Józsua bűnbocsánatot nyert saját és népe bűneire. Izraelt felöltöztették ünnepi ruhákba, vagyis neki tulajdonították Krisztus igazságát. Miért fontos ismernünk ezt a két történetet, Jobb történetét, Józsua történetét? Mind a kettőnél ott az áldozat. A bűnért való áldozat. És az Új Szövetségben maga Jézus Krisztus az áldozat. Mi ezt az áldozatot el kell fogadjuk. És azt olvashatjuk János első levelében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát milyen jelentősége van a bűnvallomásnak? Milyen jelentősége van az, hogy minden nap, ahogy Jób tette, és minden alkalommal, ahogy Józsua főpap tette, Isten elé járuljunk, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát. És Isten leveszi rólunk a mi bűneink terhét. És ez Istennek a titka. Úgy olvastuk a bevezetőben, hogy Isten az ő titkát jelenti meg. Ugyancsak Efézus levélből, a harmadik fejezetből olvasom, és hogy megvilágítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Istenem a titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Tehát Isten rendelkezett a titok felől, Isten megjelentette az ő titkát, és annyit jelent ki számunkra, amennyit fölfogni tudunk, amennyit megismerhetünk. Mózes 5. könyve 29. versében, és ott a 29. versben olvashatjuk, hogy a titkok az Úré, a mi Istenünké, de a kinyilatkoztatott dolgok az a miénk, és a mi fiainké. És így tudjuk betölteni az Isten törvényét. És fontos, hogy megismerjük. Megismerjük a megváltást, megismerjük a megváltást titkát. És ezt mindezt az ő jó kedve szerint teszi Isten. Jóvassuk, hogy Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. És azt mondja az Ószövetségben is, hogy mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr, hogy kegyelmet és ítéletet és igazságot gyakoroljak a földön. Ezekben telik kedvem. Tehát Isten az jó kedve szerint tette mindezt. És eleve elrendelte, hogy eleve elrendelt magában. Sokan azt gondolják, hogy amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor Isten valami kényszer dolgot kellett, hogy tegyen, valami,
valami kényszer pályára helyeződött maga az egész teremtés, holott azt mondja a Szentírás, hogy ez előre le volt fektetve. Eleve elrendelte magában, hogy örök időknek előtte megvolt, már a megváltás fedezetével történt az egész teremtés. Példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Vagy a Tituszhoz írt levélben azt mondja, az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte. Vagy Jézus Krisztus idézi a proféciát, a profétát Máté 13. fejezetében, hogy beteljék, amit a proféta szólt mondván, megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amik a világ megalapítása óta rejtve vannak. Krisztus példázatai nem másról szólnak, mint Isten országáról. Nem másról szólnak, mint a megváltásról, arról, hogy hogyan fogadja az ember Isten szeretetét, hogyan fogadja be az ember az Isten országának az elveit. Minden példázat erről szól, amelyik így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. És végül látjuk Jelenések könyvében, hogy Isten igazat ad, vagy Istennek igazat kénytelen adni minden ember, és így fejeződik be a megváltás műve, hogy elmondják, hogy igen, igaz és igazságos az Isten. Még az is, akinek neve nincs beírva az életkönyvébe, az is elismeri, hogy Isten igaz. Azt a kifejezést is olvastuk alapígében, hogy az idők teljességének rendjére nézve Isten ismét egybe szerkeszt magának mindeneket. Majd erről részletesebben délután szeretnék szólni, hogy mit jelent ez, hogy az idők teljességének rendje. Most csak annyit, hogy nem vége szakad a földi történelemnek, hanem Isten befejezi a művét. Hogy van egy menetrend a megváltás művének. A Szentírásban ezt olvashatjuk. És vannak olyan útjelzők, útmutatók, amik mutatják nekünk az útat, hogy merre kell menjünk. Vannak állomások, amikor látjuk, hogy meddig haladtunk eddig a világ történelmében, a megváltás művében. Rend és rendszer, törvényszerűségek vannak a Bibliában. És így ismét egybe szerkeszt magának mindeneket, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Ugye nagyon kevesen ismerik, illetve szokták végig gondolni azt, hogy mit jelent a bűn történelme? Hogy milyen az Isten világa? Pál apostol enged ebbe bebillantást, azt mondja, látványossága lettünk a világnak, úgy embereknek, mint angyaloknak. Hogy ez a világ, ez a bűntörténelme egy színpad, egy nézőtér, ahol az egész teremtett világ értelmes lényei figyelik azt, hogy hogyan ér véget a bűntörténelme. Hogy mi milyen választ adunk az Isten hívására,
hogy az Isten szeretete hogy talál visszhangot az emberi szívben, hogyha Sátán gonoszsága teljesen napvilágra kerül. Szentírás azzal a kifejezéssel mondja, hogy betelik a gonoszság. Akkor mi lesz ennek a következménye? Hogy örökre megsemmisül a bűn és a bűn szerzője, és végül egyesül a isteni és az emberi család. Ismét egybe szerkeszt magának mindeneket, mind amelyek a földön, mind amelyek a mennyben vannak. Tehát csak röviden szerettem volna érzékeltetni, hogy mit jelent a megváltás, mit jelent számunkra az, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, mert van egy vádoló, Sátán, és hogy ő vádjai ne legyenek igazak. Ehhez Jézus Krisztus bűntörlő vérére van szükségünk, mert különben Sátánnak igaza van. Igaza van, mikor rámutat a bűneinkre, igaza van, mikor azt mondja, hogy ezek nem méltók arra, hogy éljenek. De Jézus Krisztus igazsága sokkal nagyobb, amikor azt mondja, hogy én meghaltam értük, és eltörlöm az ő vétkeiket. Segítsen Isten, hogy megértsük a Biblia üzenetét, megértsük azt a tanítást, ami közvetlenül ránk vonatkozik, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk, de vele mindent megtehetünk. Segítsen az Úr ehhez bennünket. Amen.